Ez a felvétel néhány napja készült Pécs belvárosában. A színház téri szökőkútnál térdig feltört nadrágban éppen a cipőjét veszi le ez a férfi, majd beismerészkedik a vízbe. A képsorok alapján apró pénzt vélhetett felfedezni a kútban. A nem mindennapi jelenséget egy járókelő kapta lencse végre. Ez pedig már egy megszokottabb kép a Baranyai megyeszékhelyen. A jó időbe köszöntével újra elindították a történelmi belvárosban működő csobogókat, melyek rendszerint a gyerekek által kedvelt helyszínek a pancsolásra. Ám az ilyen vizek egyáltalán nem biztonságosak. Mivel nem közfürdőként lett kialakítva, a vízminőségét a hatóságunk, sőt, tudomásom szerint egyéb hatóság sem, ellenőrzi rendszeresen. Tehát nem kell megfelelni a közfürdők vízminőségének, illetve ezek nem ivóvízminőségű vizek. Ezek a létesítmények látványelemekként szolgálnak, hűsítik a környezetet és javítják a komfortérzetet. Azonban könnyen szennyeződhetnek talajszemcsékkel, porral, esetleg állati ürülékkel is. Így folyamatosan fennáll a fertőzés veszélye. Elsősorban gyomorbélrendszeri megbetegedést okozhatnak, tehát hasmenés, esetleg hányinger hányás, bőrtünetek jelentkezhetnek, irritáció, bőrkiütések, illetve amennyiben a nyálkahártyát érinti, tehát szemirritáció vagy fülmegbetegségek. A fertőzéseket felelős mikroorganizmusok megtelepedhetnek ezekben a vizekben, így okozhatnak akár súlyos betegségeket. Bár a szökőkutakban való fürdőzést jogszabályi rendelet nem tiltja, önkormányzati rendelet viszont szabályozhatja. A szakemberek szerint azonban egyáltalán nem érdemes sem inni az ilyen vízből, sem fürdőzni benne.